Sziasztok srácok, Eke vagyok, és van egy kis kedvem beszélgetni veletek, ugyanis van is egy kifinomultabb témám, amit meg kell vitassak veletek, ugyanis lehet sokan nem tudjátok igazából ezt, hogy én miért is tartok most itt, ahol tartok. Igazából arra akartam csak kitérni, hogy miért választottam ezt a hogy is mondjam, ezt a vicces, videós életmódot, hogy nem az, hogy gameplayezek, meg csak vlogolok, meg ilyenek, hanem hogy kicsit viccek bele poénokat is, és viccessé próbálom tenni. Hát ugye ezt akartam most ezzel elérni, hogy vicces videókat tettem föl. Mert ugye tudjátok, hogy volt régen, nagyon régen videóm a randomkodás 1, amit viszonylag sokan néztetek meg, és tetszett mindenkinek. Utána elkezdtünk a hackest folytatni, ami megint sok embert kötött meg, és hozott nekem, illetve nézőtáborba újra bennem csatlakoztak, és az is tetszett sok embernek. Ezáltal mi arra gondoltunk, hogyha nektek ezek jönnek be, hogy mi szarra alázunk magunkat, illetve viccesek próbálunk lenni, és reméljük, hogy azok is vagyunk, akkor átválunk ebből a típusba, hogy mi nem csak gameplay, meg vlog, meg ilyenek, hanem esünk, kellünk, prankelünk, stb. És hogyha tényleg ez kell a népnek, és hogy ez a vicces, akkor én ebben teljesen benne vagyok, mert így mi is nevetünk egy jót, és ezek szerint ti is nevetek egy jót, ami ugyanúgy jól esik, és tudom, hogy akkor legalább van egy kis nézettség arra, amit kapok, és ennek örülök nagyon. Illetve, hogy a videók, amiket ugye csináltunk régen, például most elkezdtem próbálni folytatni ezt a hacker tutorials, például egy picit, hogy egy kicsit így menjünk vissza a retro stílusba, és akkor folytatnám, mit tudom én, a hackest is szeretnénk folytatni, tudjátok, az össze-vissza az az esünk elünk effektus, amikor faj már mindenünk, de azért még csináljuk a dolgokat. Az a baj, hogy szívesen visszamennék, mert a vlog, meg a Minecraft, meg a gameplayek azok maradtak ugyanúgy, és még mindig mennek a csatornámon, csak... Még mindig mennek a csatornámon, csak ugye nem tudom, hogy igazából mit tegyek ahhoz, hogy mondjuk már ugye most folytatjuk a randomkodás néhet, de nem nagyon néztétek meg, mert hirtelen jött az egész, és nem úgy, hogy egy videót feltettem, utána meg egy gyorsan randomkodás néhet, és nem tudtátok megnézni annyian. Márpedig én nagyon szeretném, hogy ezt is nézzetek, mert igazából voltak abban is poénok, de nem haragszom érte, csak mondom. Meg például volt régen nem is régen, december 10-én volt az Esti Örültségek nevű videóm, azt is szívesen folytatnám is. És szerintem lenne rá keresett, úgymond már azért néznétek. Csetületet is szívesen folytatnám, és nagyon sok van árpa is, a Skype-ot is abba hagytam, úgymond. Akkor a randomkodást mondtam. Hát meg ilyeneket most. Unboxing, én ilyen unboxingot is szerettem volna, meg meséltem is, hogy fogunk is olyan sokat, meg és próbáljuk megcsinálni azt is, de hát nem jött össze ezek, meg nem csináltuk meg. Viszont, meg hát persze az a nagy sorozat, ami még mindenkit így nagyon összefogott, az a Nature Channel, tudjátok a természettudomány, meg az irodalom és a történelmes videónk. Azt is egyébként folytatnánk, talán még lehet, hogy videóra tudjuk venni Donátot is, esetleg erre a dologra lehet belemenne. És ezek mellett teljesen nagy sikerrel lenne, mondjuk folytatnánk a hackers randomkodást, illetve a prankeket és tovább ugyanúgy. Vlogokat és a Minecraftot is, és minden más, beszéljünk életet, ilyeneket. Szerintem ugyanúgy menne tovább az élet, és nektek is tetszene valószínűleg. Illetve elkezdődő, hogy azt is próbálnám folytatni. Hiszen az is viszonylag vicces lett szerintem, és azokat mindig poénosra tervezem, nem komoly tutoriálok ezek, de olyanokat is, ha gondoljátok, csinálok én mindenben benne vagyok. De előre maradjunk annál, hogy esünk, elünk, össze-vissza baromkodunk, mert ez láttam, hogy nektek tetszik, és hogy akkor én abba az élet módban leszek. Vali. Igen? A borsók, nem kell. Szóval valószínűleg maradok ennél a
ennél az vicces életmódnál, és én szerintem ezt is fogom folytatni, és az árkai szerintem ebben lenne benne inkább, mint hogy Minecraftozzunk, sokkal jobb, szerintem. Hát akkor nem is tudom, szerintem nagyjából elmondtam mindent, ilyen külön kiadásokat is szeretnék csinálni, hogy 2000 feliratkozóra ugye megcsináljuk most ezt a nagyon durvát, de nem nagyon jön a 2000, hát jön a feliratkozó, nem arról van szó, csak a 2000 feliratkozó még mindig nincs meg. Most is így megálltunk 1700-nál. Kicsit nagyon, amikor, hát én meg ugye, igen, még amit szerettem volna mondani, az a, mi ez? Ja, a Marci. Na szóval, van most ilyen Marci, van egy Maker, Marci, jó, ki ahogy ismeri. Hát, Marcinak mi nagyon sok mindent köszönjünk, szóval a Marci nekünk egy olyan, hogy is mondjam, barát lett, egy olyan személy, meghatározó személy az életünkben, aki nagyon sok mindent adott nekünk, tudást adott nekünk azáltal, hogy viccesre próbáljuk még jobban tenni a videóinkat, azáltal, hogy elkezdhettük vele ezt a prankhívásos dolgot, mert ennek is, hogy is mondjam, egyedi ötletem van, mert ilyen nem volt még nagyon YouTube-on ez a prankeket, kihívásos dolgokat, vagy egymás ellen, de most ezt még behozzuk, ugye úgy, és Marcinak ezt is nagyon köszönöm, mert tudom, hogy ő is tudja, hogy én ezt nem nézettség miatt csinálom, és szerintem már ti is a videóban elmondtam nektek, magyarázó videóban. Én csak szerettem volna egy ilyen egyediséget belerakni a dolgokba, és remélem, hogy ez megfogott ideket, és szerintem tetszeni is fog, amit a Marci is csinál, majd még mindig nem tette fel a videót. Szörnyű. És hogy azért úgy tényleg úgy benne van az ember, hogyha így Marci ez egy híresebb is, és örülök, hogy egy ilyen híresebb és ismertebb és egy jó fej, kedves, vicces barátom lehet, mert tudom, hogy vele tényleg ha kell, akkor itt tudunk már ilyen társ videókat, dolgokat csinálni, mert ahogy láttam, úgymond így jó, hogy foglalkozunk egymással, meg minden, mert így nagyon sokat köszönhetek neki, mert tényleg, hogyha most nem csinálom meg ezt a prankívás dolgot, én még nem lennék a 1000 feliratkozó, hát 1000-nél lennék, mert ugye ott volt a, hát ilyen 1500-nál lennék, és úgy lennék, hogy nagyon seglapsan mennék fölfelé, de így, hogy a Marci és hogy itt vagytok ti is, akik ezek szerint tetszenek a videóim, és örülök ennek nagyon-nagyon-nagyon, és ezáltal látom, hogy tényleg rámegyek Gmailemre, és csak az van, hogy mindjárt mondom, most is van három új darab új ASK, vagy ASK FM-es, három darab új YouTube-os izém, hogy Stanley Kerzen feliratkozott csatornádra, a HD Olion feliratkozott csatornádra, a AB Studio feliratkozott csatornádra, és ezek vannak itt lefelé. Benes, Tamás, mit tudom én, Tíme, a 00, Otthon Reddy, Gergusz, 14, Noel Gazsi, stb. Nagyon sok van, és így megy lefelé, és itt csak azok vannak, hogy főleg az a csatornára. És ilyet, és nekem, ezt nem szeretek elhinni, hogy nekem ez annyira nagy élmény, hogy szóval tetszik, amit adok nekem, ez a lényeg, nem az, hogy jaj, én most videózok meg, hogy jaj, nekem tök mindegy, mit csinálok, úgyis tetszeni fog. Ilyen nagy egós, nem, én nem tudom, hogy nektek tetszeni fog, nekem tetszik, én úgy videózok, hogy magamnak is, és nektek is tetszeni, és ezek szerint nektek tetszik, és azáltal nekem nagyon nagy erőt adtok ahhoz, hogy folytassam, és hogy viccesek legyenek, és hogy próbáljam még jobban vinni a minőséget, vinni a szerkesztési tudásomat, és ebbe adom bele minden időmet, hogy vele nektek csinálom a dolgokat, és ez egyben jó abban is, hogy megtanuljam, hogy kicsit fejlődjön a karizmám, hogy kicsit, hogy is mondjam, hát, hogy feljöjjön a szerkesztési tudásom, és hogyha esetleg magánéleti dolgaim adódnak, mit tudom én, például tegyük fel most majd márciusban megyünk a Erdélybe, én oda is szívesen vinnék titeket, és szeretném, hogy ti is nézzétek meg, hogy én mit csinálok, fölvenném a napokat, töltenénk internetre. És szerintem ez olyan tök jó egyedi ötlet, ez is úgy, nem egyedi ötlet, de hogy ez is tőlem még nincs, és hogyha tetszik, akkor tetszik, és nézzétek, és aki az nézi meg, aki akarja, akinek nem tetszik, az nem kell, ennyi. És most ezek a, például itt voltak a ványaim, meg minden, ezer, így fölfegy, csak 1000 nézettségek vannak. Ja, így végig, így 1000. És ez is olyan jó, most tudom, hogy ez még nem cucc meg minden, de nekem már nagy cucc, és
Nagyon örülök, hogy tényleg idáig el tudtam jutni, mert nem hittem volna egyáltalán, hogy idáig el fog menni. És ezt nem úgy mondom, mint minden videós ilyen sablandom, hogy jó, én nem tudtam volna. Én tényleg nem hittem. Mikor elkezdtem régen a Minecraftot, akkor azt hittem, hogy abból fogok élni, hogy Minecraft. De nem. Kialakult egy olyan rend nálam, hogy vlog, ugye, felvállaltam az arcom, még több néző. Elkezdtünk randomkodást forgatni, vicces lett, még több néző. Elkezdtem hackert forgatni, viccesebb, még több néző. És akkor kialakultak ezek a mi jobb minőségű videók, megkaptam a GoPro-t, egyre több viccesebb videót csináltunk, egyre több nézőnk lett, és jött Marci, aki nagyon sokat segített, és ezáltal fölugrott a nézettségünk így ping, így föl a rákba, és akkor meglett azt a 100, látok már most nem tudom, meg kell nézni, 170 ezer megtekintésünk van, összmegtekintésünk most, és még egy újabb ember érkezett fel a csatornámra pont most. Erről beszéltem, hát egyszerűen fantasztikusok vagytok, és nagyon örülök, hogy ennyien jöttök hozzám. És ott tudok köszönöm minden egyes embernek, aki támogat a feliratkozásokkal, a lájkokkal, a nézettséggel, és azoknak is, akik barátaim, tegyük fel Marci például, tegyük fel, és igen, például Árpi is, aki ugye tényleg végig mellettem van, és nézzetek meg, hát most ha ő nincs, akkor én még nem tudom, hol lennék videózásban, és ő is sokat segít nekem abban, hogy jó kis videók szülessenek, és ő is bevállalósabb fajta, mint én. Ezáltal mi ketten így, fú, vártatlanak vagyunk így Magyarországon. Nem Magyarországon szexárdom, de Magyarországon a kreténsz, akik még jól csinálják ezt, na mindegy, nem menjünk bele. És ezután köszönöm minden egyes videósnak, aki esetleg jó barátom. Például Lucky, James, MC, Norbio, kik vannak még. Mr. Piros, és meg ugye Marciet, meg még stb., akik nagyon kifeje jóban vagyok, és ennek nagyon örülök, hogy őket is így megismerettem, és ők a videózás miatt ismertek meg engem is, és őket nagyon tisztelem, mert hát ameddig ennyit elértek, hát ez nagyon fantasztikus, és örülök, hogy a barátai lehettek nekik is, és hogy ők is nekem, gondolom, hát nem tudom. Viszont nektek köszönök egyébként a legtöbbet, gyerekek, akik most aki te ott nézel a gép előtt, vagy a telólet, vagy mit tudom én hol, hogy te vagy feliratkoztál rám, vagy csak nézel, és hogy ezzel tudod, hogy nekem nagyon nagy örömet okozol azáltal, hogy te rávérsz egy pillantást a videómra, és hogy körbenéz a csatornámon, és ez olyan jó, hogy vannak emberek, akik tényleg így mellettem vannak, és ha mondjuk ezt most egy videóban engem másként látok, de mondjuk élőben tudnánk komolyan beszélgetni, és leülni valahol ott a play-t, majd mit tudom én, szívesen leülök valakivel beszélgetni, beszélhetünk ilyen dolgokról, nem muszáj mindig csak hülyeskedni. És ezt tudom is tisztelni. Na de hát 15 percet beszéltem, szerintem elég is lesz. Én csak egy kis szeretem volna tudatni veletek, hogy tényleg nagyon jól lesznek ezek a dolgok, és köszönöm szépen mindenkinek, aki itt egészen 1000, sőt már mindjárt 7700 feliratkozóig támogatott engem, illetve hogy 100 000 megtekintést, nagyon jó, és ez ugye nektek köszönhető teljesen mértékben. És aki mondjuk tegyük fel az iratkozott föl rám, mert mondjuk Minecraftot akart látni, az se keseredjen el, mert lesz az is. Tudom, most nem nagyon folytattam, de nem volt nagyon kedvem hozzá, meg időm. De most az szeretnék majd hozzányúlni, mert én is lehet menni egy kicsit tovább ott a világban, meg minden. Úgyhogy mindent elmondtam, remélem hallatszottam, remélem jó fény, remélem jó a GoPro-nak ez a videó. Úgyhogy sziasztok srácok, és tényleg köszönök mindent, és folytatom tovább.